Kaptárjait mutatta néhány éves tábunknak ez a megyénkbeli méhész. Szakmabeli társaihoz hasonlóan ő sem lehet nyugodt, országszerte lopják ugyanis a méhállományokat. Az elmúlt hetekben Zala, Baranya és a szomszédos Hajdú-Bihar megyében is volt ilyen eset. Néhány hónapja egy szabolcsi méhészt akartak megfosztani kaptárjaitól, az elkövetőt azonban tetten érték. Ha el is tudta volna vinni, akkor is lett volna félnivalója, a kaptárakat ugyanis könnyen be lehet azonosítani. Minden méhésznek kötelessége, mindegy, hogy egyesületi tag nem, egy-két-öt tárgyalágya van, a négyiknél regisztrálnia magát, hogy ő méhész. A méhészet telephely létrehozásával kap egy tenyészet és egy telephely kódot. A tenyészet kódot minden méhésznek kötelessége a kaptárjába besütni. Van, aki azt bővíti azzal, hogy nem csak a kaptárjába, hanem a keretjébe is besüti. Ez azt jelenti, hogy minimum 2 mm mélységbe be kell, hogy égessük, vagy be kell, hogy marjuk ezt a számot. Az pedig könnyen észrevehető, ha ezt eltámolították. A megelőzés érdekében a méhészek együttműködnek a mező és polgárőrökkel, de az sem ritka, hogy nyomkövetőt helyeznek el a kaptárakon. Ha már megtörtént a bűncselekmény, az érintetteknek a rendőrséget kell értesíteniük, ahol ismeretlen tettes ellen megindítják a nyomozást. Ennek hatékonyságában az egyre több helyre kitett vadkamerák is sokat segíthetnek. Ezek a vadkamerák most már tudnak olyat, hogy ha mozgás van a méhészetnél, akkor küldik a méhésznek az SMS-t, képet, hogy van valami mozgásod. Ha vad volt véletlenül, akkor ugye nem fog ráintézkedni, de ha idegen személyek járnak ott, akkor ugye közvetlenül tudja értesíteni a rendőrséget. Azért most kaptárszámtól függően, de egy mélyállomány ellopása nem 5 percbe kerül. Ott, ha az SMS-t időben megkapta, akár ő a maga a méhész is, vagy bármilyen segítséget, akár a hivatalos szerveket tudja oda mozgósítani, és tetten érdéssel is elfogna méhtolvajokat. Amennyiben elkapják őket, és kiderül, hogy tagjai az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek, akkor azonnal távozniuk kell, és büntető eljárásban is felelniük kell a tettükért, olvasható az Index cikkében. 10-20 éve még speciális bűnbandák szakosodtak a kaptárak ellopására, amelyet azután eladtak egy másik méhésznek. Ok József szerint bármikor előfordulhatnak, de általában hullámokban jelentkeznek ezek a bűncselekmények. Kaptáranként egyébként nagyjából 40-50 ezer forintos kárt okoznak a tolvajok a méhészeknek, vagyis 20 kaptár esetén már milliós is lehet a kár.